hogy autós kifejezéssel éljek, a súlycsökkentés érdekében lóerőkivonás folyik. Hirtelen berobbant a nyár, vele a pólós trikós időszak, és el kellett jönnöm, elhisztem, mint az állat. És bizony az a nagy helyzet, hogy le kéne dobnom egy 15-20 kilót. Na, most, hogy ez megvan... Komolyra fordítva. Tényleg muszáj egy kicsit formába jönnöm. Tudom, van az a kifogás, hogy nem edzek, mert én fizikai munkát végzek egész nap. Oké, de ez... Szól! Állítsd meg mindig középen! Szól! Szól! Gyere még! Ez nem olyan edzés. Hogy ő kicsoda, és hogy jön a képbe? Láttam valamit a neten, amit úgy éreztem, hogy muszáj megosztanom. Egy ismert mozifilm jelenete, amit nem lehetett látni Európában, mert kivágták a filmből. Én leszinkronizáltam, és ajándékba adom nektek, mert szerintem vicces. Hello, David Hasselhoffhoz volna kérdésem. Igen, uram. Bonyolult volt-e színészként egy autóval szerepelni? Meg kell mondjam, ez egy nagyon jó kérdés. Tudod, színészként muszáj figyelned a partnereid arcváltozásaira, mimikáira. Egy autóval ilyen nincs, de egy idő után megszokod, és normálissá válik. Köszönöm. Én köszönöm. Bocsi, kérdezhetek? Pontosan hány sört kellett meginni, hogy mesztelenül fetrengjen azzal a hamburgerrel? Tudod, pajtás, mindannyian hibázok. Régen volt már, és már egy másik ember lettem. Beleszólhatok egy másodpercre? Egy igazi köcsög vagy, hogy ilyesmit kérdezel. Mert tök normális kérdés. Nem az. És hadd mondjak valamit erről az emberről. Itt. Engedd el, semmi baj. Nem, azt akarom, hogy hallja. Mondok valamit. A sorozat végeztével csak szar munkáim voltak. Hókotrót és traktorokat játszottam. Sőt, még fűnyírónak is castingoltak. Az volt életem mélypontja. És ekkor ez az ember itt mellettem. Akkor életem mélypontján írt nekem egy csekket. Ó, hagyd már, pajtani. Nem, ezt mindenkinek hallania kell. Mert te egy jó ember vagy, David Hasselhoff. Jó ember vagy, aki megmentett engem. Te vagy a legjobb. Sajnálom. Sajnálom, Istenem. Megesküdtem, hogy nem leszek érdelgő. Annyira szeretlek. Istenem. Szeretlek. Én is szeretlek téged, haver. Tényleg. Tényleg szeretlek. Oké. Okay. 25 sör? Vagy mennyi? Te szarházi, takarodj innen! Ho-ho-ho, mi a franc? Nem szívhatsz egy levegőt ezzel az emberrel! Itt hagyd, nem éri meg! Egy közszereplő, az élete ránk is tartozik! Húzzon a rákba, te seggfej! Átmegyek rajta, mint Pamelán mindenki! Rohadtul nem kell elviselnem ezt a szart egy öreg Pontiactól! Kifelé innen! Te őrült vagy, haver, komolyan! Orvosi eset, menj terápiára! Pszichotikus rozsdakupac. Barom. Valamit akartam mondani. Ja, megvolt az idei nyár első autós találkozója. Palacsinta evő verseny. Fogadjunk, nem láttatok még olyat, hogy Cadillac bicikli?